Majd csinálunk még egy farmot egy másik irányba. Azt is megtehetjük. Hé! Hey! Mi lenne akkor, ha már egész véletlenül így alakult, hogy itt van egy csomó összegyűlt széndioxid, mi lenne akkor, hogyha én ide csinálnék egy gombafarmot? És akkor... Aha... Egy gombafarmot. Mert igazából ezt itt most kitakarítottam, én ezt lezárom. Ezt is itt lezárhatom most már, ki lett... Mondjuk a szenet így elzárom, de... Na jó, egyelőre még hadd menjünk le. Ezt itt kinyitom. Itt fogunk bemenni. Ezt itt szerintem bezárhatom. Még nem zárom be, mert még a padlót meg kell építeni. És így. Szóval megépítem azt a tizé, és akkor mi kell a gombához? Mert van magom, azt hiszem. Mennyi? Hát azt így hogy tudom megtalálni. Mi a neve? Széndioxid vulkán mellé is pont jó hőmérséklet. Bakker, te egy zseni vagy. Mi a neve? Hat darab van belőle. Ugye még nem kaptunk, tehát organikusan még nem találtunk sehol, ezért van csak belőle 6 darab. Viszont kaptunk a printing potból, úgyhogy azt most elkezdhetnénk szaporítani. És mibe kell beleültetni? A fungi-mungit. Na, miért nem hozza? Ez buta. Dusk cap. Érdekes, hogyha ezt a fungát írom be, akkor azt nem hozza a kereső. Fungi mungit. Öt és 35 fok között. Széndioxid atmoszféra. Ja, slime-mal kell öntözni. Az nem baj egyébként. Slime-ot kell ráhordani, mert valamennyi van, de az a baj, abból sem túl sok. Slime kell rá. Micsoda. Az mondjuk ám egy kicsit baj. Az egy kicsit baj. Mert a slime, mint cucc, az... Szóval nem nagyon van kitalálva, hogy ezt hogyan kezeljem, a slime-ozást. Van sok vad slime erre-arra egyébként, csak slime-langosak mind. Hát, ha nem is mind, de sok. Nagyon sok. És az a baj, hogy még nincsen a slime termesztés kitalálva. Hogy vannak ezek a repülő hülyeségek? Itt láttam egyet a bázisom. Ezek slime-ot kakilnak. Polluted oxygen-t esznek. Ez egyébként tök jó. Csak... Csakban sincs nagyon-nagyon sok. Shed not included. Köszi a követést. Tisztelt szólt a cíni a chatbe. Slime lángos. Slime lángos. Slime lángos, baszki. Hányszor mondtam még ki a slime lang szót, és még egyszer sem jutott az eszembe. Miért? Pedig annyira kézenfekvő, vagy valami slime langos.
Micsodát? Ott volt két gomba, ahol a slime-ot nézed. Itt volt két gomba valahol. Mármint, hogy vadon élő gomba? Nem, az biztos nem volt. Slime-os tejfeles. Tényleg itt vannak. Ha! Tényleg itt vannak. Na jó, rendben. Vannak vadon élő gombáim is. Csak ugye nem széndioxidba. Ha! Igen, ez... Ezek itt voltak egész eddig, csak észre se vettem, mert elszáradva ilyen más a formájuk, és így nem tűnt fel. De egyébként teljesen mindegy, mert nem nőnek. Tudjátok, hogy miért van ez itt? Szerintem... Ja, nem. Na, azon gondolkodtam, lehet, hogy elásták ezek. Szerintem azt kéne csinálni, Zsolti. Valahogy. Nem tudom, tudunk-e... Slime blokkot lehet úgy csinálni, mint... nem hiszem. Jó, de az a baj, Zsolti, hogy kiásan beültetem magamnak. Van egy kis slime-om, de hát ugye folyamatos slime utánpótlás kell neki. Tehát nem az a bajom, hogy nincsen egyáltalán slime-om, hanem az a bajom, hogy utánpótlás kell neki. Érted is? Utánpótlást nem tudok adni végtelen mennyiségbe. Tehát nincsen, vagy nem kell neki utánpótlás? Ja, akkor jó, rendben, akkor vágod te. Tehát van egy kevés slime, amit amennyi kell az ültetéshez szerintem. Most 3 tonna. Nagyon mindegy, egy nagyon pici farmocskát ide rakok, aztán meglátjuk, hogy hogyan adja ki. Későbbiekben csak ültessük el, legyen egy kis egérutat nyerjünk vele, aztán meglátjuk. És na várjunk, csak kell neki bármi egyéb? Tehát nem kell neki, nem kell öntözni. Jó, nem kell öntözni. Oké, és food. Farm type-ba, azon gondolkodtam, beletesszük farm type-ba. Akkor így. Legalább kisebb helyet foglal. Slime langos. Alvás idő van. Szuszognak embereink. Ja, nézzük már meg, mit tud az új ember, akit kivettünk. Fú, most nagyon elkezdte adni a fingós embereket, mert lehet, hogy mindjárt meg kéne ölni azokat, akik nem azok. Hogy itt lehet tényleg azt kéne csinálni, az lenne a challenge. Aki nem fingós, azt megölni. Na jó. Nem csak ne ezzel kezdjük, hanem ezzel. Roven. Még mindig szabad a név. Hát... Nem feltétlenül akartam bányászt. Most lesz mindegy. Electrical Engineering. Az egyébként viszonylag pont jó, hogy tud. Annak, hogy viszonylag örülök. Zsolti. Így agriculture-t azt szépen kap. Zoli. Túl stresszes. Zeus. Így tökéletes lesz. Váldár stresszes. Roven. Ja, kiosztottam. Lupi nem. Fire nem.
senki. Az nagyon nem. Hát igen, az a helyzet, hogy nem tudunk több skill pontot kiosztani, mert nincsenek meg a stressz szint feltételei ennek. Hát ezek a kalapok csak cukiságok. Én egyébként úgy gondolom, hogy más jelentősége nincs. Na várjunk csak, és akkor jöjjön a... Ezt már építhetem is le a farm tájlokat. És akkor mindegy, hogy kelélybe vagy... vagy dirtbe tesszük. Szerintem mindegy. Na és akkor a szén-dioxiddal hogy állunk? Még mindig nem sikerült összegyűjteni. Jó, nem baj. Közben tüntetem el a szemetet. Méltó se legyen itt. Úgy akarom ráengedni a pisit, hogy üres ez a tartály. Tartály felől zárd le a szobát. Tartály felől. Mármint, hogy... Hát majd... Majd onnan fogom lezárni, persze. Nem akarom elárasztani ezt a kis részt. Már nem olyan sok pisi ez, de akkor se. Haha! Megfagyott. Hát igen. Az áram az még mindig nem okés annyira. Gyűlik a hidrogénünk egyébként. Megcsináljuk a hidrogéngenerátort. Ide fentre. Csak vaksi a szemem? Ja, hogy itt. Á. Igazad van, de ezt... Na várjunk csak. Én ezt nem gondoltam át teljes egészében, mert így viszont keveredni fog. Hanem... Jó. Mert én ezt ugye ki akartam itt nyitni a pisit, mert én ide eredetileg egy nagyobb tartályt terveztem. Viszont... Aha. Jó, akkor nem így csináljuk. Nem így csináljuk. Jó, igazad van. Most már tudom, mit mondasz. Hát akkor így csináljuk. Kettő, három, négy. Ja. Ez marad. Mert ugye az a lényeg, hogy ez egy gödörbe kell legyen, mert a gödörbe gyűlik össze a széndioxid. A légmentes ajtó sem jó, mert oda is bemegy előbb-utóbb véletlenül betel az oxigén. Úgyhogy... Jó, igaz. Megláttam itt ezt a sok széndioxidot, hogy megcsillant a szemem, hogy ó, de jó, nagy mennyiségű széndioxid, de hirtelen nem gondoltam bele, hogy ez véletlenül gyújt így össze, azért mert egy gödör volt itt. De világos, hogy ezt továbbra is gödörnek kell tartani. WC hiányunk van kicsit. Egyébként. Most valaki bepisílt, vagy csak panaszkodik a játék, hogy
sorban állás volt a WC-nél. Lehet, hogy csak panaszkodott a játék, mert nem látok bepisilt embert. Hát illetve... Az nem pisiből került ide. Az még érdekelne, hogy innen hogyan folyott be pisi. Na, én csak azt nézzük meg. Mit csesztem el? Ó. Oh. Ebbe került bele pisi. Ide. Ide. Azt tett hogy? Mert felszívta a pumpánk. De ide már... Ja nem, ide még nem szkafanderbe jönnek. Érdekes. Aha. De nagyon kevés ám. Nagyon-nagyon-nagyon kevés. Hali-hali. Nagyon-nagyon. Mindegy, feltöröljük. Azt nehezen bírom most elképzelni. Aj, basszus, ezt ki kell innen szívnunk. Mennyi dolog van már? Megvadulok. Shared not included. Lehet, hogy egy szakértővel van dolgunk. A nevedből arra tudok következtetni, mint hogyha ismernéd a játékot. Vagy csak pusztán véletlen ez az egész. Jó, legalább ez működik itt. Tudjátok, mi történhetett? Egyébként közben leesettem. Beglitchelt ez a szűrő itt, mert ez be tud glitchelni. És véletlenül átengedett egy kis pisit. Mert ugye ebbe a rendszerbe be tud kerülni. Az úgymond tervszerű, vagy üzemszerű, hogy ebbe bekerül a pisi. Mert ebből a biomból, innen beleolvad. Tehát ez egy olyan biom, amiben volt fagyott pisi is. És beleolvadt ide. Ez a pumpa felszívta, eljutott a hőcserélőig, a hőcserélőben lehűlt. És valamiért ez a szűrő glitchel néha, ezt tudjuk, ismerjük. És mentéskor általában, vagy sebességváltáskor ilyenkor tud sajnos glitchelni. És azért szívta fel azt a keveset. Most már világos. Hát csak a sötét mód. Nem nagyon bírja a szemem az a helyzet. Hát gyakorlatilag éjszaka, maga a kínzás, sötét módot nézni. Az GG egyébként, 231. ciklus őrutazás. Még egyelőre nem mentem rá, valamiért így célzottan, valamiért... Még nem tudom. De jó, egyébként biztos, hogy rá lehet rásolni az űrutazásra is. Ja. Én egyébként még noobnak számítok a játékban, szóval nem tudom, hogy lehet rásolni, de az fasza. A DLC-ben egyébként könnyebb, azt mondják. Azt mondják az okosok, hogy a DLC-ben lényegesen könnyebb. Na, így lesz a jóság. Beleolvad, aha. Kamuflázs.
Jó, ezt közben kiépítem itt, mert nem akarok bajt. Lehet ez most csak egy ilyen valamennyire ideiglenes dolog. Hát, nem ideiglenes, ott fog maradni örökre. Időtlen véges akkor. Csak az időtlen véges. Majd amikor másznak le a létrán, rácsapjuk a fejükre a pisi. Utálni fognak ott lemenni az embereink. Most például kiszűrődött. Ezt megint moshatjuk fel. Még mielőtt túl más likvid lesz az az egy blokk is. És még mindig van benne, nem hiszem el. Mi az az SPOM? Jó. Léci. Fú. A víz alatti pisi feltörlés. Folyadék alatt van egy másik folyadék, azt fel tudjuk törölni. Self-powered oxygen machine. Hm. Jó van. Ja, én valamit sejtek. Mert hogy egyébként ott a konverziós ráta az olyan, hogy ez amikor így a vízbontás során a hidrogén, amit megtermelsz, az visszahozza a üzemeltetési költséget. Egyébként ilyen a valóságban nem létezik. Hát igen, ezt mindig is tudtuk, hogy ezt a játékot nem a fizikával, ezt nem a fizikáról mintázták, tehát ez teljesen egyértelmű. Sajnos ilyen jellegű örökmozgó nincsen. Elméletileg. Egyébként az előbb ígértem ide a hidrogén cokmókot, csak aztán nem csináltam meg. Egyébként lehet, hogy nekem is abba kellene gondolkodnom, hogy a hidrogén, amit megtermelek, azt csak a tüdő üzemeltetésére használom fel. Egyébként. Opa. Ja, értem én. Nem, valami hasonlókat csinálgattam én is, de nem tűnt még egy korábbi mentésben, de nem tűnt úgy, mintha örökmozgó tudna lenni. De lehet, hogy az, csak már elfelejtettem, hogy az volt. Nem tudok, úgy emlékszem, hogy ő nem tudta eltartani magát. De lehet, hogy csak szarul csináltam. Ez könnyen benne van a pakliban sajnos. Itt még egyelőre megtartom a lemászkálási lehetőséget. Hány vízbontó van itt? Három. És abban megint eltömődött az egyik. Na várjunk csak. Valamit elcsesztem. Ja. Igen. Ezt. Így nehéz egyébként, hogy nem kötöm össze. Most egyelőre... Na, várj.
Nem, lekötöm így elágazásba, aztán bánya, kánya. Jó, van is sok hidrogén. És elfelejtettem összekötni a tartályaimat. Hú, most elkezdtem érezni a hétfőt. Valamiért. Egy ilyen borzalmas klincsfeszttel fejeztük be a mai munkát. Egyébként egyik ilyen munkahelyi szokásunk, a már stream élén nem letett kedves barátommal, hogy ilyen rettenetes baby rage-el átszőtt klincsfeszteket szoktunk tartani a munkahelyi dolgokról. És hát az rendesen rányomta a bélyegét egyébként így a délutára per estére, hogy mi a helyzet, jó, bakker. És így, most is így bevillant, de ez az együtt szörnyűködés intézménye, ez, én ezt nagyon szeretem. Egy feszültséglevezetőnek egyébként tök jó. Az ember egyrészt rájön, hogy nincsen egyedül a problémáival, hogy ettől valamennyire megnyugszik. Ezt nem így csinálom. Illetve hát levezeti a feszkót is. Ja igen! Ja igen, jó, semmi, most közben eszembe jutott valami, aztán rájöttem, hogy hülye vagyok. Majdnem hülyeséget mondtam. És akkor itt fogunk lemenni. Egy kicsit szépebb. Mondjuk. Igen, a közös utálat, ezt látjuk a közösségi médiában is. Például, ami megy az elektromos autók ellen. Ez egészen elképesztő. A politikát ne is említsük, az még elképesztőbb. Hogy hogyan lehet... Hogyan lehetséges ez? A közös szeretetnek miért nincsen akkora energiája? Például. Általában az van, hogy az emberek ritkán, sokkal ritkábban szeretik ugyanazokat a dolgokat, mint amennyire utálják ugyanazokat a dolgokat. Ez lehet, hogy azért van, mert az átlag emberek összességében több dolgot utálnak úgy igazán, mint amennyi dolgot úgy igazán szeretnek. És akkor ezért a közös utálatnak a metszete sokkal nagyobb lesz, mert sokkal több van belőle, ezért törvényszerűen nagyobb kell legyen, mint a közös szeretetének. Hát igen, az ára egy baj sajnos. Még ezt a kapitalizmus valószínűleg még egy darabig velünk marad. Nem lesz ezt olyan nagyon egyszerű levetkőzni. Ha viszont már velünk marad, akkor inkább mondjuk azt, hogy a kapitalizmusnak még az egyik dolga az, hogy az elektromos autók árát megoldja. De amíg ugye a gyártás, tehát a világon legyártott elektromos autók el tudnak kelni ezen az áron is, azért nem fog lejjebb menni az áruk. Mert még jelenleg a gyártási kapacitás nem tartott, hogy többet eladjanak, majd hogyha tartott, akkor majd lejjebb megy. De jelenleg elfogy az összes, és egyébként ebben erősíted, mert nem vagyok benne 100%-osan, de szerintem túlkereslet van elektromos autóval, mint túlkínálat. És a túlkereslet az viszi fel az árat, míg a túlkínálat csökkenti az árat. Yes. Szerintem az egyértelmű. Szóval sokkal inkább arról van szó, hogy még megveszik az emberek. És amíg még van, aki megveszi, de te nem tudod, akkor az azt jelenti, hogy a nálad gazdagabbaknak még jut. Neked meg már nem. Gyakorlatilag nekünk se, nem azért mondom. A szeretetet szeretnék az alapnak venni, az utálatot meg megszüntetni. Na, csak.
azért utálnak többen több dolgot közösen, mert meg akarják szüntetni. Zabolázd meg a vulkányaidat, zabolázd meg! Lasszót rá! Erezgek. Ne rezegjél, mon! Jó, mert nem lényeges, nem nekem szól. Ne is teszem magam repülőmódba. Szia, Aragork! Hello! Rég láttalak! Éppen múltkor jutott eszembe, basszus, Aragorkot, mintha nem láttam volna mostanában. A szilvás bukta. Na, én például nem szeretem a szilvás buktát. Akkor nekünk ez nem egy közös metszetünk. A szeretet közös metszete nem jött létre. Fingásban teli boldog hétfőt. Bizony, bizony, amióta nem voltál, legalább két fingós embert kiszedtünk. Így lettünk hármat. Így lettünk 12-en. Egyébként mi az a minor vulkán vagy minor, az mit tud egyébként? Mi a mínusz 64 fok? Hát az a baj, hogy nem csak a kocsikat drágították hozzá, hanem mindent is hozzá drágítottak mindenhez, ami most legutóbb. Ami a legutóbbi pár évünket sújtja. Tehát... Na jó, és mivel van a probléma itt? Ó, bakker. Nem néztem meg. Nem néztem meg, hogy hány fok van. Bakker, ezt teljesen feleslegesen építettem meg. Nincs meg a szükséges body temperature. Ó, bakker. Hát ezt most elbaltáztam. Magmát lükted? Hát, most mondjam akkor azt, hogy gőzturbinát hajts vele. De hát gondolom már van 8 gőzturbinád, úgyhogy ennél fogva minek egy 9-dik, ha nincs rá szükség. Le tudjuk hűteni, ha nagyon akarjuk, csak most már megint az van, hogy több problémát csinálunk magunknak, mint amennyit megoldunk. Végig úgy terveztük egyébként, hogy tudunk itt mi hűteni, ha akarunk, csak... Dickman. Dickman! Így meg szanaszét fogjuk fagyasztani, mi? Na jó, nézzük meg, mit csinálunk így. Aztán meglátjuk. Meglátjuk, de szerintem ez így nem lesz jó. Mi? Én nem is így hagytam. Na jó, mindegy. Ez ráfaragás lesz ebből. Ja, de baszki, mert baromarcú vagyok, de így hagytam, direkt volt. Direkt volt! Mindegy, szeretek ráfaragni, csináljuk. Jó lesz. Rahadnál meg. Hát, erről rengeteg vita van, hogy mi mekkora kibocsátással jár valóban. Erről már beszéltük valamelyik pont Oni streamben, mert hát csak az Oni streamben beszélgetünk, a többi streamben játszunk, tehát ez csak az Oni ilyen elbaszott, hogy szétcseszem a hülye gondolatvilágommal, bocsánat, érte? Erről már beszélgettünk valamelyik streamben, hogy most ez statisztika függő, tehát attól függ, hogy most melyik felmérést nézed. Van, aki egyet ír, van, aki kettőt, hármat, van, aki hatot ír. A globális széndioxid emisszió tekintetében, amit a személyautózásra fognak. Hogy hol az igazság, a valódi igazság, az hogy Isten tudja, hogy most ez 1 vagy 6%, de az biztos, hogy a 6 se olyan nagyon-nagyon-nagyon sok.
ki. Viszont a polgári autózás az a kategória, amin viszonylag könnyű segíteni. Mert a tankerhajókat nem fogjuk tudni kiváltani. Egyik évről a másikra valószínűleg nem. A szénerőműveket, a gázturbinás cuccokat nem valószínű, hogy ki fogjuk tudni váltani egyik évről a másikra. Hogy atomerőműveket, vagy napelem parkokat, vagy szélerőmű parkokat csináljunk helyette. Mert ezek 10-20 éves beruházások, amit meg lehet viszonylag könnyen csinálni, az, hogy a polgári autózást lecsökkentsük, és per vagy emisszió nélkülévé tesszük. Tudom, hogy nem nélküli, mert tudom, hogy az erőművek is emittálnak, és hogyha töltöd az elektromos autót, akkor gyakorlatilag csak áthelyezed a széndioxid termelést. Ez nem 100%-osan igaz. Tehát nem pont ugyanazt a hatást éred el, csak máshol. Ez viszont bizonyított, és ezt ki lehet számolni. De a polgári autózással könnyű valamit kezdeni, még erőműveket lecserélni, és tankerhajókat lecserélni viszont nehéz. Hát a napelemhez kell üveg, igen. Jó dolog, egyébként a DLC-ben nincsenek aszteroidák, amik becsapódnak, úgyhogy lehet is még ugye az alapjátékban, és lehet alapjátékos mentést indítani, nyilván DLC meglétével is. Sajnos az aszteroida hullás az szétrontja a napelem parkodat, úgyhogy az egy nehezebb dolog. Nem cseszem szét. Biztos, hogy van, aki szerint szétcseszem. De hát nem lehet mindig mindenkinek megfelelni. Vagy néha küzdök saját magam kifejezésével is, hogy a gondolataimat teljesen átadjam ilyenkor, és nem biztos, hogy mindig jól sikerül. Meg nem biztos, hogy mindig népszerű az álláspontom pár dologban, de nem is mondom azt, hogy... Ó, basszus, ezt kihagytam. Nem is mondom azt, hogy törvényeket vagy igazságokat mondok, hanem inkább csak azt, hogy engem meg lehet győzni dolgokról. Én ezt állítom. Ha beszélgetünk, talán sikerül. Ha nem beszélgetünk, akkor senkit nem lehet. Miért nektek is vannak velős gondolataitok, ne hülyéskedjetek, csak nem játszottok olyan játékkal, amikről lehet amik alatt lehet beszélgetni. Az Oni az olyan játék, amit most így most 5 percig nem nyúlok hozzá, nem történik semmi. Lords of the Fallen-be is se? Eszmézek, vagy hogy mondjam. Közemberrel könnyebb kivaszni? Hát... Az a baj, hogy ez mondhatjuk így is, hogy a közemberrel való kibaszás az, hogy lejjebb kell szorítani a belső égési motorokat, a motorok terjedését vagy létét. Mondhatjuk így is, hogy ez egy kibaszás, de most vagy kibaszunk egy embercsoporttal, vagy ha ezt nem tesszük, kibaszunk mindenkivel a világon. Most nyilván akkor a világ azt fogja választani, hogy akkor basszunk ki egy embercsoporttal, és akkor azok, legalább azok, akik nem érintettek ebben, nekik van esélyük egy jobb életre. Érted? Most, hogyha te érinted, én is érintett vagyok, egyébként nekem is belső égési motoros autóm van, én is érintett vagyok, de szerintem nagyon sokan. De mégse érzem, én például nem érzem kibaszásnak ezt. Na most... Vagy nem értem, mire gondolsz kibaszás alatt, lehet, hogy félreértelmeztem, bocs. De várjunk csak. Mi, hogy állunk itt? Még nem indult el a cucc. Jaj, még nem lett megépítve. Szia, Gil! Hali-hali! Van baj, vízbaj. Milyen vízbaj? Várjunk csak, mire gondolhatsz vízbaj alatt. Én értem, hogy csak az Unió csinálja, de egyébként ez nem feltétlenül igaz, mert az USA se szarja le. És egyébként Kína se szarja le. A legnagyobb
Autógyártó, nem az az, na várj csak, átfogalmazom a fejembe még egyszer. A konnektorra dugható autók legnagyobb gyártója a világon, az kínai. Ez már pedig a BYD. Nem tudom, hogy hallottatok-e a BYD-ről, biztos, hogy páran hallottatok már róla. Az egy olyan kínai gyártó, ami most jön be Európába. De iszonyatosan sok elektromos autót adnak el, nagyon sok plug-in hibridet adnak el, és ez várhatóan egyébként az európai piacra is olyan hatással lesz, hogy csökkenni fognak az elektromos autóárak, biztosan. Ez tuti-tuti biztos. Egy nagyon jó konkurenciája a Teslának egyébként. Szóval én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor kezdjük el a BYD-kat látni az úton. Erre-arra. Nem mondom, hogy ha most itt lenne, adnának egy 25 millió forintot nekem, és azt mondják, hogy itt egy BYD, vagy itt egy Tesla, az egyiket elviheted ezért a pénzért. Biztos, hogy a Teslát vinném. De tök jó, hogy lesz egy épkézlebb konkurenciája a Teslának. Mert kell, hogy legyen. Mert jelenleg ez az elektromos autópiacon nincs neki. Attól függetlenül, hogy árérték arányban még a Tesla így is jó, de akkor sincs neki. És egyébként Adefik szerintem jól megfogalmazta a lényeget, hogy a privátjetes köcsög, aki egy hétvége lett annyi cia kettőtől a félváros, mint a félváros egy év alatt, igen, és szerintem inkább ez a kibaszás. Nem az, hogy kibasznak a kisemberrel, hogy milyen drága az elektromos autó, vagy kibasznak a kisemberrel, amiért mondjuk a belvárosba korlátozzák majd, mit tudjam én, 2030-szor a dízeleket, vagy most mondtam valami példát, hanem a kibaszás az az, hogy valaki ezen kontextusban megteheti azt, hogy elmegy a klímacsúcsra a privát jetjével. Vagy elhelikopterezik, mit tudjam én, Budapestről Szegedre, mert éppen olyan kedve van. És igen, ebből nem egy van. Tehát szerintem a kibaszás része az ez, hogy még azzal a réteggel, akit presszurálnak emiatt, az emisszió csökkentés miatt, aki igazán tehetne érte, az egyáltalán nem csinálja, és te azt tolja telibe. Na, ja, Gil is ezt írta. Aha. Hát igen, hogy a klímakonferenciára 260 különböző magángéppel utaznak a nagy érdeműek. Igen, igen, ez nagyon-nagyon kétszínű. Ez rettenetesen kétszínű, és borzalmas, és okádnom kell. A Kodi epei módot képzeljétek ide. 10-szer. Na, teljesen leestem a játékról. Van valami gond? Kaja kevés. Az biztos. Azon dolgozunk. Stressz kicsit növekszik. Jó, mindegy. Szerintünk egy nagyon kevéske van. Nagyon jó. Nagyon jó. Oly, de hogy megtöltöttük hidrogénnel a negyedik tartályt is. Ó, lesz itt mindjárt áram, srácok. Oly, de hogy mindjárt mennyi áram lesz. Jó, és akkor itt a kimenetnél pedig... Na most egyelőre csak ennyit csinálok, de... hogy ezeket az átkötéseket sorozatosan... Ez lehet, hogy ennyi tartály egyébként elég lesz, hogy meglátjuk. Kísérletezünk itt dolgokkal. Hát mindegy, felmegyek így ezt se. Mi van? Ja! Bocs, megzavarodtam. Jó, az átkötés hátán, azt nem szeretem. Azt nagyon-nagyon nem szeretem. Jó, átmegyek itt. Na, és akkor itt megyek. Akkor inkább itt megyek fel, és akkor azt meg kihagyjuk. Így egy kicsit szebb. Most hangosítottam a játékon közben véletlenül. Halknak tűnt, aztán rájöttem, hogy nem az.
Jó, ez viszont akkor prió, ez készüljön el, mert kell az áram, az jóság. Nem hagyom, hogy fullon menjen a hidrogén, azra vigyázzunk egy kicsit. 50%-ig töltjük hidrogénnel. Jó lesz. Nagyon helyes, Gil. Céges vacsora. Jaj, nálunk holnap lesz céges vacsora. Jaj. Csak én itt olyan nyíltan beszélgetek egyébként az ilyen felmondásokról, meg ilyesmik. Bent a cégnél egyébként én ennek még semmi jelét nem adtam, most nem tudom, hogy az akkor gáz, ha a főnök nézi a streamet. Akkor lehet, hogy nem enged be a céges vacsorára. Ha beengedi az Unió a BYD-t, akkor vég az európai gyáraknak. Hát igazából... Nem, szerintem egyébként nem. Szerintem, tehát így egy csettintésre biztos, hogy nem. Mert olyan gyorsan nem történnek a folyamatok, és vannak márkahű emberek. Meg vannak céges flották, amiket fenn kell tartani. Most nyilván egy, mit tudja, egy nagyvállalat vesz 100 darab Skodát, azokat a középvezető Oktáviákat. És hogyha ezek beváltak az előző 4-5 éves modellek, akkor a következő modelleket is szerintem onnan fogják venni. Szóval úgy gondolom, hogy nem lesz ez egy olyan nagyon-nagyon gyors átállás, és ezért szép egyébként a piaci verseny, mert lesz ideje reagálni az európai gyártóknak, mert egy csettintés alatt nem fog tönkre menni. Szóval biztos, hogy lesz ideje reagálni, és azt hiszem, egy 5-6-8 éven belül elő fognak jönni az európai gyártók is épp kézláb modellekkel. Főleg, hogy most a 48 voltos rendszer, amit ugye bevezetnek a Fordnál, azt hiszem, a Tesla mintájára, meg a azt a, nem tudom, most nem jut eszembe annak a rendszernek a neve, ami olyan, mint az Ethernet, csak ilyen hálózati komponensekből áll össze az autónak a különböző részegységei, és gyakorlatilag nem kell ilyen vastag kábelkorbácsokat átvezetni erre, arra, amarra, mindenféle szórakoztató elektronikához, meg ülésfűtéshez, meg kormányfűtéshez, meg minden lófaszhoz, hanem gyakorlatilag csak tápot visznek, és visznek hálózati kábelt, és gyakorlatilag IP alapon megoldja az autó a különböző részegységeivel a belső kommunikációt. Ezt már meg kellett volna csinálni, hát így most informatikus vagy IT-s fejjel mondom, egy 10 éve legalább. Jó, de a hajtás az persze, az 800 volt marad, csak a belső elektronika, ami a hajtás, tehát hajtásláncon kívüli minden egyéb lesz 48 voltos, ez a... Minek mondják ezt a... Ez a, tényleg olyan, mint az Ethernet, szinte így UTP kábelt fognak végighúzni. Nem azt, mert annál komolyabb cuccokat, de szinte. Tehát gyakorlatilag hálózati szakembernek kell majd lenni, hogy ezt terelhessd. Nem, azért ez is túlzás, biztos vagyok benne, hogy meg lesz rá a gyártói specifikáció, és 10 év múlva, amikor már az emberek belejönnek, a szerelők, akkor egy mezei szerelő is már fogja tudni ezeket szerelni. De minden, most egyelőre a Ford meg a Tesla tart, de biztos vagy benne az el fog terjedni a többi európai gyártónál is. Nagyon drága a réz, az a helyzet. És azért drágák ezek az autók, mert kurva sok rész, meg ilyen cuccok kell beléjük. Most a rész tényleg drága. Egyébként nagyon felment az ára.
Nem kapok kaját, de jelzik, hogy mosogatni maradni kéne kaja után. Hát, akkor nézte. Akkor nézte. Nem, most így... Nincs ezzel gond egyébként. Na, szerintetek sikerült lehűteni itt a helyet? Vagy lefagyasztani sikerült a helyet inkább. Nem biztos, hogy ez a jó megoldás, amit csinálok egyéb iránt, de... Most egyelőre lehűtjük, aztán meglátjuk. Lehet, hogy azt csinálom. De tudjátok, mit csinálok? Leszigetelem a fenébe ezt a részt. Fúj, kukac, mi ez? Ezt még nem is láttam. DLC és kukac. Grub-grub. Na, van egy bootloaderünk is. Egyszerű. Habe. Leszigeteljük, jóság, hello, viszlát. Hát Zsolti, ennyire már nem értek hozzá. Én csak abból tudok tájékozódni, amit egész véletlenül a YouTube meg a... Tudom, a Google News-nak az algoritmus így elém dob. Fogjuk, ki fogja magát zárni, mi? Lehűtjük, leszigeteljük, aztán elzárjuk a vizet, hello. Nem csinálunk ebből olyan nagy problémát már. Jó lesz. Menj el onnan, Zoli! Megint bezárod meg a sic! Ne, 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 micsit! Ne! Jó, oké, ezt nem nézzük végig. Ezt nem, nem, ezt most... Sic onnan! Menjünk csak! Oda! Köszönöm szépen. Ne onnan lélegezzetek, jó? Te is menj oda. Ja, az, amelyikben van diagnosztika, abban van a kampusz is. Krampusz. Hát de basszus, ilyen diagnosztikai cuccok, amiket rá lehet... Milyen csatlakozó ez? Nem OTG, hanem... Az más. Azt is ezt is elfelejtettem. Kész, stream közben nem jutok eszembe szavak. OBD. OBD. Na hát, de basszus OBD-s autók azok voltak már mikor? Már a régi Swiftbe is volt, úgy emlékszem. A... Hát ja. Hát most az Európai Egyes Swift, vagy Japán Egyes Swift, ezzel mindig bajban vagyok. Európai Egyes Swift. Azt hiszem. Ami az Európai Egyes Swift, az a Japán 2-es. Ugye úgy van? Ja, hogy az OBD2 az még nem feltétlenül ilyen krampuszos. Aha. Azt hiszem az enyémben is OBD2 van. Múltkor vettem egy ilyen kicsi olcsó idézőjelbe, de egyébként 25.000 forintos bluetoothos OBD olvasót, egészen működött. Működött egészen addig, amíg el nem hagytam, nem tudom hol van basszus. Nagyon zavar, pedig megvettem hozzá az appot is. Ami szintén nem volt drága, mert egy 2 vagy 3000 forint volt. Olyan szinten nem tudom, hogy hol van, és eltűnt. Eltűnt itthon a lakásban ez az OBD olvasóm. Eltűnt egy GTX 760-am, ami tudom, egy 10 éves kártya, de akkor is eltűnt és zavar, hogy nem tudom, hogy hol van. Illetve eltűnt egy bontatlan doboz switchem. Ilyen kis olcsó asztali switch. De bontatlan volt. És ez a három dolog eltűnt, mintha elnyerte volna a föld. Felforgattam az egész házat többször, egyiket se találtam meg, ezek együtt tűntek el valahol. Hogy a fenébe tűnhettek el? Nagyon-nagyon zavar, és folyamatosan eszembe jut. Mindig eszembe jut, és mindig így fogom a fejem, hogy és akkor belém vág valami kis villany, hogy ne, nem hiszem el, hogy nincs meg. Utálok elhagyni dolgokat. Steam Recap. Hát az nekem rohadtul egyszerű lesz, mert
Steam recap. Megjósolom, mi lesz benne nekem. Oni, Duke nekem, Lords of the Fallen, és LTS. Szerintem ezt csináltam idén, más nem. Ja, meg Csé! Basszus, hát a Cséről hogy feledkezhettem meg? Hát a Csé. És mi a sorrend?